Tehát akkor itt néz ki az időpont, mert ez egy utastájékoztató kijelző lenne, ami nem működik. Jó napot! Ezek tolvasó lámpák? Azok. Igen, ja, itt lehet kapcsolgatni ezt is. Egyébként mutatom itt a kijelző. Tehát, de mindjárt egy kis valami leülök ide a székbe, és akkor... És akkor csinálkítésen dolgozott a férje? Ez volt az ő dolga, ez. Jó, az elcsegyek ki az, ugye? Ez a tapipad. Igen, a tapipad. Ja, hát igen, akkor mutatom, igen, a tapipadok. És ezzel lehet az ülésre a dőlészöket állítgatni. Tehát itt most itt nyomkodom, és akkor akar valami megmutatni videóba, hogy akkor közben így tolja ki. Így ezzel lehet vissza. Na. És akkor ez a tapipadot meg a fűtés lehet állítani. Ja. Elvileg most kapcsoltam ki, és most... Pilacs. Jó, az meg a világítás, ha? Egy időt kipróbáljuk az ülést. Igen, azt az erő mutat. Ja, igen, és akkor másik a nyomd, és akkor itt ezt. Itt látszik itt a dőhöz. Hát a dőlészöket állítja. Egyébként kényelmes az ülés, az... Most így ülök benne már körülbelül 2 perce. Igen, kényelmesnek tűnik. Vagyis majd a lábtámasz is megy föl, csak a másokat fel kell emelni, mert nem félre kell. Hát viszont azt így valaki mondta, hogy az a kritika az jogos, hogy ezt lehetett volna magasabbra tenni ezt a konzolt, mert így egy normál bőrönd az oda nem fér. Utazótáska az beférne, de egy bőrönd az már nem férne oda be. Tehát csak egy picivel kellett volna, hogyha ezzel egy szintben lett volna magasságban, akkor még oda egy bőrönd beférne. Viszont itt ezzel tudom közel nézni a kis lámpát itt. Viszont az meg ott, tehát az utastájékoztató nem működik valami. Tisztelt utasaink, rövidesen felé egy megállóhelyre érkezünk. Átszállási lehetőség a 200 eljelzésű buszra, Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér 2-es terminálja felé. Leszállítóságnak köszönjük, hogy javaslatot választották, viszontlátásra. Dear passengers, we are shortly arriving-et Ferihegy. Change here for bus line 200D to Budapest Liszt Ferenc International Airport Terminal 2. We would like to thank our waiting passengers for coming with us. Goodbye. Szerintem nézzük az a többi részét is. De most az utas tájékoztatót is akkor hallhattuk. Akkor tudtam még megmutatni, amit... Ja, de nem, még végig megyünk akkor az egész Intercity kocsinnak. Tehát így összességében ez egy jó dolog, hogy van már ilyenünk is. Van még mit rajta fejleszteni, de az irány az jó, ami... Na most majd mindenki tudom, amit a lámpámmal közben. Most már fél a lámpám. Tehát ez már egy hasonlít a Railjethez gyakorlatilag. Jaj, akkor rögyödöm. Ez a max neki. Hát így azért nem... Nekem valahogy nem jobb, valahogy jobb volt így, ahogy az előbb volt. Hát jó, hát ezt lehet állítgatni, ezt mindenki magának be tudja állítani, hát az erről szól igazából ez a fejlesztés, hogy igen. Mindenki magának állítani. Sörtartó, csak ez lehetne mélyebb is, a Putyinon csinálták meg jól, hogy pont a doboz a sört ide lehet tenni, és nem lötyött ki. De csak annyi állítom a gillent, ez figyelj. Hát, tapikod a sűrűszébe, fülkébe. Hát az gyakorlatilag azért. Ezt lehet állítgatni a fényerőt, vagy csak... Itt van a lámpa, ahogy jelezzenek állítani. Vagy csak kimegy be. Szerintem csak kimegy be. Nem, fényerőt is állítok, figyeld. Most nyomok egyet. Igen. Nyomok még egyet, erősödik. Még egyet, megerősödik, még egyet, kikapcsol. Aha, és tényleg. Három fokozatok. Ja, tényleg. Ja, itt is van, igen. Tényleg itt is van. Kisebb fokozat? Nagyobb? Nem, az... Még nagyobb? Kikapcsol. Igen. Hoppá, és a fülkeajtó is ilyen a csattanással nyílik ki. Ezt már említette más is, hogy azért nagyon hangos a fülkeajtó. Igen, meg hogy szeretni nyílni ott közben. Igen. Igen. Erre fele van tovább, azt mindjárt megnézzük, de itt ugyanolyan fülkék vannak végig. Viszont ott van termes rész, a másik részen. Van azért étkező része. És itt működik a kijelzőnek, akkor ezt megnézzük. Ebben a részben, ahol beültünk, ott nem ment a kijelző, viszont itt működik. Tehát ez a szokásos. Hát ilyen fölöttököd is, hogy ugyanez a dizájn, ugye ez a kijelző van. Pontos idő az, hogy mennyivel megyünk, azt most nem mutatja, mert most éppen megálltunk Ferihegyen. De azt, hogy melyik megállóra érkeztünk, és ott ide lehet átszállni, azt mutatja. Meg azt, hogy mikor indulunk tovább, ott van a medetlen délkezés, aktuális, tehát 1 percet késünk jelenleg. És akkor itt van ez a... És ah, itt is ez már... Ennek meg ilyen kis karja van, amivel tudod egy húzni. És itt is van konnektor. Meg az asztal. USB vajzat is van, meg konnektor is van. És csak? Ja, hát azok a kis kinyitható kis asztalok. Hát igen, viszont ez azért nekem kicsinek tűnik, tehát erre már még a laptop nem fér föl. Hát nem, de például meg egy szendvicset rátok. Nagyobb lenne a mélyedés, mert az uzsikon egyedül van az legjobb, hogy a dobozos sört bele lehet tenni, és nem lehet ki. Hát egy lengébe piat, meg egy kis szendvicset rátok, ez kész. És akkor erre fele van a termes kocsi, meg a csendes rész. A termes rész, a csendes rész ez volt, meg a másik. És
Látjuk, hogy néz ki a termes rész, nézzük csak meg. És gondolom, hogy itt is van konnektor. Nézzük. Van, igen, ott van konnektor és USB hajszat. És itt van a büfé rész? Igen, csak várni kell egy kicsit most kérdés. Ja. Ja, és akkor utas tájékoztató monitor, hát ez majdnem ugyanaz, mint a fölöttnél. Egy az egybe. Aha. És akkor ott van a WC is. Igazít. Ez meg a vészhívó. Most a főszolgáló azért előtt van. És a másik utas tájékoztató, amire most pont nem látszik, de az elég ott a te imás után mutatta a megállókat is. És viszont Zegléddel lehet, hogy pontosan élünk be. Behozzuk azt az egy perc késést. És akkor menjünk be a büfé részbe. Az ott már a mozdony. De hát itt ennyi volt a kocsi. Szép jó napot. Nem, jó napot. Kielemezhetjük az árakat, és szerintem ezek mi teljesen korrekt árak egy büfékocsiba. Hát jó. Igazából a belvárosba többbe kerülne mindegyikben ennyi. Hát mindegyikben igen. Nézd, a 490-es sok van, és ahhoz képest, hogy itt a puszta közepén is vehetsz egyet, ahhoz képest ez nagyon jó van 490-en. Tehát általában egy olyan külvárosi kocsmába kezdve egy olyan 4-500 forintba körülbelül ugyanez. Belvárosban meg 600 már kezdődik, tehát szerintem ez itt teljesen rendben van. És lehet, hogy itt eszó kávét 250-nél, hát azt mondjuk... Nem tudok nyilatkozni, azt nem nagyon szoktam érni, az automatás az nyilván az olcsó, tehát nyilván az a minősége is olyan. Arról esetleg nem tudnék nyilatkozni. Teodol ásványvíz, mondjuk az egy kis üveges 250-nél, hát mondjuk egy sima boltban egy nagy üveges kerül kb. Ennyibe, de hát most... Igen, nem azt kell megfizetni, hogy az ásványvíz kerül ennyibe, hanem az, hogy itt a puszta közepén is megveheted bármikor. Vannak rövidítvadok, nézzük, van lézangya a pálinka. Jégen, amit ittunk, az 1200, de 1790 itt minden.
Még az az abszolútos külméves optimális. Van szobelszbi sör is egyébként. 6,90 ér. Nem sör, az borba látok. De van még 4,90 ér hotdog is. Tehát nem muszáj stalburger tenni, és akkor... Ja, még lepény is van, úgy látom, igen. Csak hogy... Sőt, van instant leves is, tehát igazából lehet itt olcsóban is enni inni. Tehát, hogyha megjegyezik valaki, akkor egy instant leves benyom, akkor még azzal is kihúzhatja a következő állomásig. Meg vannak ilyen chipszek. Hát, hogy jó, még a lágsó, az azért elég drága, az drágább, mint az instant leves. A chipsz az 550. Ja, van a lopi, mondjuk az 250, tehát pillanatnyi éjség ellen még az is jól jöhet, ha nincs más. Igen, azt már mutattam. Most nagyjából eddig tartott a mostani pályafelújítás, itt vagyunk Modornán. Na itt, amikor múltkor játszottam az Eurotruck Simulator 2-vel, akkor ugye a Holt az rajtam, viszont tényleg fel a vasútig már nem volt meg a térkép, de... Ja, akkor meg itt van itt a végítős dozátor szerelvény, oké? Okay? Igen. Az a végíté. Ezt vitelsz ki. De nem a Szili volt. Nem, ott van rajta, hogy végíté. Igen. Gépráncot, az és ott a vízbedes épület Monortnál. És ez a része már az LTS 2-ben is, mert pedig be akartam jönni a vasúttal, a másik nem sikerült. Hát, nem sikerült, mert az nem modellezték végle. Mindegy, általában ennyit szoktam látni Monortból. Ritkán szoktam itt leszállni, sőt tényleg inkább mostanában nem. Ez vonalba jártam. Hát legutóbb azért szálltam le, de Monortból, mert ott azért a magyarig barlagányt jártam be. És ilyen most már meg tudom mutatni az italválasztékot is, tehát látszik, van megy. Megcsőn is van a Sopivel, de ilyen másfájvizek volnák. És van bankárti terminál, de az ugye 2021-ben már mondta dipetelező, de hát itt ugye ez meg a légkondinak a kifújója, de klimatizált és a kocsiát, tehát is 2021-et írunk, tehát az már szintén az. Hát igen, és így néz ki a WC+ kocsiját. Vélemény majd akkor fogok róla mondani majd az álló videóban, mikor bár azért utaztam vele több állomás közt is. Most hát elbaszi a keletig, elmegyünk vele. Úgyhogy akkor majdnem sikerül egy teljes kört menni a körítszével. Aztán majd ha leszállok, hát tényleg elmegyünk a keletig, és majd leszállok ott, akkor majd nyilatkozok arra, hogy mennyire volt kényelmes. És akkor a körítszé az itt van. 225-ös színi, ott van az IC+ kocsi, amiért jöttünk. És akkor visszaérkeztünk a keletibe, itt van a kocsi, ami miatt jöttünk. És te mit gondolsz róla? Vélemények esetleg? Nekem vele még az a ki lehet kérni a kaját, csak hogy akkor ott helyben kell állni, tehát akkor így támaszkodsz az asztalon, amíg megkapod a kaját, egy 20 perc, fél óra még megkapod, tehát akkor még le se tudsz ülni. Úgyhogy hát egyébként a bárszékek azért ott... Meg még annyi, hogy jók ezek a digitális, ezért tudszok, hogy tényleg lehet, hogy a dőlészöket mindent állítani, viszont hogyha csak egy 5 centivel feljebb emelnék ezt a konzolt, akkor beférne alá ott egy bőrön. De és tényleg ennyi hiányzik, mert pont volt egy utasunk is, aki bőrönt eljött, és nem tudtad betenni, és tényleg ennyi hiányzott hozzá, ennyivel magasabb elmennék, meg lenne. Meg ugye jött meg az utas kísérő srác, és aki az igényeket összeírogatta, aki kérdezte, hogy akkor mi a vélemény, meg stb. De ezeket akkor el is mondtuk. El is mondtuk neki a véleményünket, úgyhogy aztán hátra lesz belőle valami. Érdekes. Szerintem akkor mutasd be a teljes szerelményt, mert hamarra van a picsába a véget. Ja, hát nyilván, de minket igazából ez érdekelt, az első kocsi. Az első kocsi, igen, mert bejöttünk lényegében. Csak hogy akkor a vonatot is mutasd be, hogy amúgy bejöttünk. Jó, de érdekel valakit a többi része, de... Vannak olyan vasúrkozik, akit érdekel. Konkrétan, de ebből sem a családban tartalom, ha ezt benne hagyom, de majd a nettel jön.
Benhűlítás, Fili vonat érkezik.